Egyre többen veszik komolyan a koronavírus miatt bevezetett óvintézkedéseket, ezt mondja Ács Rezső Szexárt polgármestere. A rendőrség megkezdte a célzott járőrözést, a tájékoztatásuk szerint kevesen vannak az utcákon játszótereken, lassítva ezzel a vírus terjedését. Hétfőtől a busztársaság is átállt már a nyári menetrendre, a postánál pedig elindult az önkéntes segítők külön ablakos kiszolgálása. Az önkéntesek jelentkezését folyamatosan várják most is, az önkéntes kukac szex e-mail címen. Már 40-en regisztráltak, és 18 esetben a szerződéskötés is megtörtént. Segítséget pedig 23 nyugdíjas kért eddig. A jelentős számú önkéntesre most úgy tűnik, hogy az étkeztetés megszervezésénél lesz szükség, mert sokan nem tudnak elmenni a napi adagokért. Egyre nő egyébként a gyermek étkeztetésével résztvevők száma is, hiszen a múlt ez még 154 volt, most kedre, holnapra már 202-t jelentkeztek nyilván sok mindentől függ, de többek között attól is, hogy azt mondtuk, hogy nem csak a szexuális iskolákban tanuló gyerekeknek biztosítjuk az érkezést, hanem minden olyan szexuális gyereknek, aki valahol máshol tanul, például Bonyhálon, mindenki számára szeretnék itt szexuálisan elérhetővé tenni a, a, a szociális étkeztetés és étkezést. Arra is figyelnek a hivatalnál, hogy a meghozott intézkedések megfeleljenek a jogszabályoknak, ennek érdekében már hét rendelet módosítása van folyamatban. Sokkal könnyebbé tettük a szolgáltatások elérését, tehát nem kell mondjuk, ha lejár valakinek a, valamilyen engedélye, amely az önkormányzathoz kapcsolódik, akkor nem kell most meghosszabbítani, hanem automatikusnak kapja továbbra is azokat az ellátásokat, amelyeket eddig kapott. A rászorulók pedig higiéniai eszközöket is tartalmazó csomagot kapnak a következő időszakban. Szeretnénk 10 forintos csomagot adni, körülbelül ezer szexuális családnak, akik rászorulók voltak eddig is vagy valamilyen kritikus élethelyzetbe kerültek, például a munkahelyüket elveszítették, ezzel szeretnénk az átmeneti időszakban segíteni és támogatni őket, de ehhez a szociális rendeltünket hozzá kell igazítani. Felmérik azt is, hogy hány embert tudnak elszállásolni, ha szükség lesz rá, akár karanténnak, akár az egészségügyi dolgozók szállásaként. Kilenc önkormányzati lakás már most rendelkezésre áll, és a kórháznak is van egy üres lakása. A felmérés alatt van a kollégiumféléknek a kapacitása, ez kb. 130 főnek megfelelő szállást jelent és emellett a városban a szállásadóknak a kapacitásait is felmérjük, ez még nincs kész, hamarosan meg lesz ez is. És akkor van egy képünk arról, hogy szexáron mik azok a szállások, vagy bármilyen elhelyezési lehetőségek, amelyek rendelkezésre állnak. A polgármester azt mondja, mindenki partner a nehéz helyzetben, már megérkeztek az első felajánlások is, ezeket a kórház igazgatóságán gyűjtik össze, és a külön erre a helyzetre létrehozott felajánlás kukac tmkórház.hu e-mail címen jut el leggyorsabban a címzettekhez.